Jó estét kívánok, sok-sok szeretettel köszöntelek benneteket, Megyeri Jonatán vagyok, 8-at ütött már az óra, vár benneteket a tóra, kedves barátaim, gyertek tanulni, és tényleg 8-at ütött már, jó 3 perc, majdnem 4 perc késéssel érkeztem, elnézést kérek mindenkitől, szeretett üdvözöllek benneteket. Említettem már, hogy Megyeri Jonatán vagyok? Igen, azt hiszem említettem. Sziasztok, jó estét kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntöm Pétert, jó estét kívánok Zoltánnak, Ernesto, Che Guevara. Jó estét kívánok Szilárdnak, szeretettel köszöntöm Esztert, itt van Klára, jó estét kívánok Zsoltnak, gyülekezik a kemény mag, itt van most már Bondár Csabi, jó estét kívánok, szeretettel köszöntelek téged és Szilviát, és mindenki mást, azt a további, most már több mint 70 kedves tanulótársad, itt van Levente is, gyülekezik a kemény mag, jó estét kívánok, szeretettel üdvözöllek benneteket, öveket becsatolni, ma mélyen belemerülünk a kabala, a zsidó misztika, bugyraiba, vagy a zsidó misztika, inkább talán ez egy, lehet, hogy egy negatív konnotációjú szó, a kabala mélységeibe fogunk elmerülni. Jó estét kívánok Viktóriának, de közben, miközben bonyolult koncepciókról van szó, az, közben a megoldás, mert természetesen rendkívül egyszerű, úgyhogy nem szabad, hogy mondjam, a sok fától nem szabad eltéveszteni az erdőnek a látványát. Úgyhogy jó estét kívánok Ács Laci barátomnak, szeretettel köszöntöm Pétert, Anna Máriát, Máriát, Irmát, Józsefet. Tényleg nagyon jól esik, hogy estéről estére ilyen sokan itt vagytok, itt van Marián Zsolti barátom is, szóval tényleg a kemény mag Freund Jenő barátom Miskolcról, itt van a kemény mag Blezsán Laci. Jó estét kívánok, nagyon régen láttam már a nevedet, de ez nem azt jelenti persze, hogy nem volt el itt, vagy lehet, hogy azt jelenti, hogy nem volt el itt, csak nagyon régen láttam már a élő bejelentkezésben a neveket, itt van Edith Zoltán. Jó estét kívánok mindenkinek. Oké, okay. Tegnap a következőről beszéltünk, ugye a Tánya című könyv 18. fejezeténél tartunk. Kérdések most nem voltak, úgyhogy ezt, amit tetszik, megúsztátok. Most nem foglalkozunk kérdésekkel, nem érkezett olyan kérdés, ami érkezett sok levél, de nem érkezett olyan kérdés, ami nyilvános válaszért kiállt. Úgyhogy bele tudunk merülni a Tánya című könyv 18. fejezetébe. Ugye arról beszéltünk, az Alter Rebbe, a Tánya szerzője visszatért, tegnap este erről volt szó, visszatértünk az eredeti kérdéshez, hogy mondhatja a Tóra azt, ki karove lecha davar meod be fichau bil vavcha lászotó, hogy közel áll az ember, nagyon közel áll hozzád ez a dolog, nagyon közel állnak hozzád a Tóra törvényei, nagyon közel állnak hozzád az isteni törvények, be fichau bil vavcha lászotó, a szádban és a szívedben, hogy megcselekedjed, gondolat, beszéd, cselekedet, tehát a szádban és a szívedben, hogy megcselekedjed. Amikor tudjuk, hogy az ember nem így működik, amikor tudjuk, hogy az embernél, az embernek az isteni törvények megtartása bizony, hát hogy is mondjam, nem egy alapvetően természetes folyamat. Ugye erről, ugye a, köszönöm, kedves, a gyereknek küldött puszit, hogy meg itt viháncol kint, úgyhogy remélem, hogy most már lassan megy nyugovóra tér. Szóval, mert a kis, majdnem 4 éves Simon fiam, szóval arról van szó, ugye az volt az eredeti kiinduló kérdésünk, hogy mondhatja a Tóra azt, hogy az isteni törvények megtartása mindenkihez nagyon közel áll, nagyon közel, nagyon közel, amikor tudjuk, hogy a törvények megtartása nehézkes. Ugye a 17. fejezetben is, még korábban is arról beszéltünk, hogy az ember meditációval, Isten nagyságán való elmélkedéssel, töprengéssel, megfigyeléssel, a természet, a teremtés megfigyelésével, ugye erről sokat beszéltünk, a teremtés megfigyelése által fogja tudni megérteni és értékelni az alkotót. Ugye a festőt is a művei által ismerjük, és a festőt is a művei által értékeljük, a zeneszerzőt a csodálatos zeneműve alapján értékeljük, az alapján tudjuk ismerni. Ugye erről is sokat beszéltünk, de talán érdemes egy gondolatot erre szánni, mert hogy természetesen az alkotás, az nagyon sokat elmond az alkotóról. Olyannyira, hogy Isten igazából az alkotót nem tudom másként ismerni, csak az alkotáson keresztül. Nem tudok semmit Lehavdil, de nem tudok semmit, nem tudom, William Shakespeare-ről, vagy Petőfi Sándorról, nagyon keveset tudok, tudok róla néhány adatot, mikor született, hol született esetleg, stb. Egy pár adatot, de magáról a személyről, magáról az emberről, ez nem mond el semmit.
az nem mond el semmit számomra, hogy Petőfi Sándor 1823-ban született. És ez egy tényszerű adat, de ez nem mond el nekem a Petőfi Sándorról semmit. Mi mond el nekem a Petőfi Sándorról valamit? A művei. A művei alapján, a versei alapján fogok én tudni valamit a költőről, valamit erről az emberről. Hogy milyen érzések foglalkoztatták, milyen érzései voltak, mik foglalkoztatták, milyen céljai voltak esetleg, mit gondolt a világról, mi volt az ő értékrendje, mit tartott fontosnak, mit tartott kevésbé fontosnak, stb. Ezeket mind a műveiből tudom. Az élet története az mellékes ehhez képest, ha úgy tetszik. Ez csak egy, hogy mondjam, az csak egy narráció. A személyről sokkal többet tudok a művei által. És hogyha ez igaz egy költőre, akkor hatványozottan igaz Istenre. Ugye, honnan tudom megismerni Istent? A műve által, a teremtése által, az alkotása által. Isten ráadásul megismerhetetlen. Ugye, míg egy másik ember megismerhető, ugye, teljesen 100%-ig természetesen nem tudok megismerni senkit, nem látok bele a gondolataiba. Ezért nem tudok tökéletesen megismerni valakit. Még a saját gyermekemet, vagy a saját testvéremet, szülőmet sem tudom megismerni teljes mértékben, hiszen nem látom át a gondolatait, de hogyha kellően figyelek, ha kellően oda teszem magam, és időt töltök, akkor azért elég jól meg tudok ismerni valakit, a feleségemet, a férjét, az embernek a gyermekét, a szülőjét, a testvérét, a barátját, a szobatársát, stb. Kellő megfigyeléssel. Erről beszéltünk eddig az első 17 fejezetben, arról beszéltünk, Lechaim, arról beszéltünk, hogy Istent is meg tudjuk így ismerni a teremtése által, és ezáltal tudunk valamilyen módon közelebb kerülni hozzá. De ez rendkívül fáradtságos, rendkívül nehéz, sok időbefektetést és idő és energiabefektetést kíván, meditáció, elmélyedés, gondolkodás, töprengés, filozofálás által. Megfigyelem az Isten által teremtett világot, Isten alkotását. Ebben benne van a természet, benne vannak az emberek, benne van az állatok, benne van a csillagok, benne van minden az Isten teremtménye, ami által meg tudom ismerni Istent. Vagy pontosabban kapok egy, tökéletesen persze nem tudom megismerni, még a saját gyermekemet sem tudom a példám alapján tökéletesen megismerni. Nemhogy Istent, aki egyébként megismerhetetlen, mert nem, hogy mondjam, nem ugyanazon a pályán versenyzünk Istennel, ugye? Isten örökkévaló, mi pedig végesek vagyunk. Az emberi felfogó képesség meg természetesen teljesen véges. Ezért nem tudom megismerni tökéletesen Isten, de valamilyen képet kaphatok róla, csak úgy, mint Lehavdil Elefavdalot, tehát nem akarok egyenlőséget vonni, de mint egy költőt meg tudok ismerni részben a művei által. Most, ugye erről beszéltünk az első 17 fejezetben, vagy pontosabban a 16-17. Fejezetben, meditáció által, elgondolkodás, töprengés, filozofálás által el tudunk jutni valamilyen szintre Isten megismerésében, hogy elérjünk oda, amit a Tóra mondott, ki karove lecha davar meod, befichaubi vavcha lászatom, mert közel áll hozzád ez a dolog nagyon, a szádban és a szívedben, hogy megcselekedd, amit Mózes 5. könyvből idéztük, hogy az emberhez közel legyen az Isten szolgálat, Isten törvényének megtartása. A 18. fejezetben, és erről beszéltünk tegnap röviden, ezt kezdtük el kibontani, arról beszéltünk, hogy az Alterebe kínál egy másik megoldást, egy express megoldást. Az előző megoldás ugye ahhoz, hogy hogyan mondhatja azt a Tóra, hogy közel áll hozzá, nagyon közel áll az emberhez az isteni törvények megtartása. Erre mondtunk egy fáradtságos, hosszú megoldást, meditáció, töprengés, stb. Most mond az Alterebe, a Tánya szerzője mond egy gyorsabb, egy instantabb megoldást, és ez pedig az a tény, hogy az ember tekintettel arra, hogy az ember lelke Istentől származik, ezért az általában felhívja a figyelmet arra, hogy valójában az embernek minden erőfeszítés nélkül, az ember minden erőfeszítés nélkül nagyon közel áll Istenhez, mert az emberi lélek eredendően Istentől származik.
honnan kapjuk az erőt, honnan kapja az emberi lélek azt a felhatalmazást, azt az erőt, azt a dinamizmust, amely közel viszi Istenhez eredendően, genuin módon, az ősatyáinktól, Ábrahámtól, Izsáktól, Jákobtól, az ősatyáinktól. Erről beszéltünk tegnap, és most meg fogjuk magyarázni, hogy miért, miről van szó. Mert pontosan meg kell értenünk ennek a szeretetnek, annak az Isten szeretetnek, amelyeket az ősatyáinktól örököltünk, genetikailag, ha úgy tetszik, de mélyebbről van szó, mint genetikailag, mert a gén az egy fizikai teremtmény. Itt most a lélek kapcsolatáról beszélünk, egy lelki és spirituális kapcsolatról beszéltünk, ami nem egy orvosi fogalom, és arról is, és azt a kérdést tette fel tegnap a Tanya, hogy mondhatjuk azt, hogy örököltünk az Isten szeretetet, az ősatyáinktól örököltünk, hát hogy lehet szeretetet örökölni? Az ember maga dönti el, hogy kit szeret, kinek, kit nem. Csak azért, mert az apám szeretett valakit, az nem biztos, hogy én is szeretem. Csak azért, mert az anyám szeret valakit, vagy gyűlöl valakit, nem biztos, hogy én is szeretem, vagy gyűlölöm. Hogyan lehet az ilyesmit örökölni? A magyarázat a következő, mondja a Tanya. És majd mindjárt elmélyülünk a kabbala, a zsidó miszticizmus mélységeiben. A magyarázat a következő. Az ősatyák valójában Isten szekerei voltak. Mit jelent az, hogy szekerei? És itt most lehet gondolni Ezékiel proféta látomására az isteni szekerekről, de ennél egyszerűbb a dolog. Tulajdonképpen az ősatyák Isten szekerei voltak abban az értelemben, hogy teljesen alávetették magukat Isten akaratának, és nem volt saját akaratuk, csak Isten akarata. Csak úgy, mint a szekér arra megy, amerre a fogadhajtó, a lovas, a szekérhajtó hajtja, ugyanúgy az ősatyák olyanok voltak kvázi, mint Isten szekerei. Nem volt saját akaratuk. A szekérnek sincs saját akarata. Most az önvezető autó, de egy pillanatra tegyük félre, de az autó, ugye, egy kurens példát mondjuk, ne a szekeret, ki jár ma már szekérrel, az autónak nincs saját akarata, hogy merre menjen, még az önvezető autónak sem, mert az önvezető autó is program alapján működik. Az autónak nincs saját akarata arra nézve a tekintetben, hogy merre menjen. Ugyanúgy az ősatyáknak nem volt saját akaratuk, nem volt saját, közben valami lehet itt a vétellel, mert nagyon elszállingoztak a kedves tanulótársak, szóval az ősatyáknak sem volt saját akaratuk, mert a saját akaratukat alávetették az isteni akaratnak, ezért ők, úgy nevezzük őket, hogy Isten szekerei voltak. Ezért érdemelték ki, azért, mivel, hogy ők a saját akaratukat teljesen anulálták az isteni akarat ellenében, ezért azt érdemelték ki, hogy leszármazottaik minden nemzedéke számára örökre lehozhassák a lelket, bármilyen leszármazottjának a lelkét, mert pedig a lelkén, a léleknek három aspektus van, ahogy beszéltük, nefes, ruach és nesamá. Nefes, mint lélek, ruach, mint szellem, a nesamá, mint spiritus mondjuk, tehát a léleknek a három aspektusát, a négy világ 10 szent szférájából, és a négy világ pedig az acilut, a briá, jecirá és asziá. Ugye elmagyarázom, miről van szó. Tehát mindegyik szférából, bárhonnan is jönnek, a lélek bármilyen szférából, bármilyen spirituális szintről származik, ez tulajdonképpen Istennel kapcsolatos. Erről lesz szó mindjárt röviden, csak egy kis lábjegyzetet hagy mondjak, hogyha valaki ismeri a blogomat, Lekvár és Zsen blogot, ott írtam a 10 misztikus szféráról, a világ teremtésének 10 eszközéről, ugye arról van szó, három fontos dolgot kell alapvetően tisztázni, az, hogy megértsük, miről van szó. Erről beszél röviden az Altarebe, de nem szabad szem elől téveszteni a fától az erdőt, szóval ne veszünk el nagyon a részletekben, de egy kicsit a részletekről, és aztán mindjárt perspektívába helyezem a dolgokat. Szóval arról van szó, hogy négy, alapvetően Isten a világot 10 misztikus szférán, úgynevezett héberül úgy hívják, hogy szefirá. Szefirá az tulajdonképpen abból a szóból származik, hogy leszaper, ami mesélést jelent, beszédet,
mesélést jelent, tehát 10 szférán keresztül kommunikál, ez egy kommunikációs eszköz. Az az eszköz, amivel Isten a világot teremtette és működteti. 10, ennek 10 szintje van, 10 dimenzió, 10 fokozat, amin keresztül Isten a világban kommunikál. Az első 3, azt nevezhetjük intellektusnak, vagy nevezhetjük értelemnek, és a további 7-et pedig nevezhetjük érzelemnek. Ugye az értelem az független másoktól, az érzelem az viszont nem független másoktól, ezért is az értelem van elsősorban, az értelem jön, chokma azaz tudás, biná azaz megértés, és a dát azaz bölcsesség. Ez az első 3 szféra, az intellektus 3 szférája, ezek a legmagasabbak, ha úgy tetszik, és valamilyen tekintetben a legalacsonyabbak is, itt egy kört kell elképzelni, aminek minden pontja a legalacsonyabb és egyben a legmagasabb is, tehát a legmagasabb szint az a chokma, a tudás, a biná azaz megértés és a dát a bölcsesség. Ez az intellektus 3 aspektusa, ugye csak nagyon röviden, tényleg nem elveszve a lényegben, a chokmá, a legmagasabb szint, vagy az intellektuson belül pontosabban a legalacsonyabb szint, az a villanásszerű, a felvillanásszerű megértés, a biná, az a tényleges megértés, amikor az ember már processzálja azt az információt, meg feldolgozta az információt, amit látott, és a dát, az a bölcsesség, amikor az embernek részévé válik, eszenciájává válik az adott tudás, az adott információ. Ezt követi, ez volt tehát a 3 értelmi, intellektusbeli szféra, és ezt követi a 7 emocionális, a 7 érzelmi szféra, amelyeken keresztül Isten a világgal kapcsolatba lép. És az érzelmi szférák ugye bizonyos tekintetben alacsonyabb rendűek, hiszen azokon keresztül már kapcsolatba lép Isten a világgal, a végtelen, felfoghatatlan Isten a fizikai világgal is kapcsolatba tud kerülni, ehhez neki össze kell sűrítenie magát, ehhez neki a végtelenségéből kell végtelenségét kell valamilyen módon korlátok közé szabja. Ugye az érzelem az értelemhez képest feltétlenül különbözik abban, hogy az érzelmekhez kell egy partner, kell valaki, akivel kapcsolatban az érzelmet kinyilvánítom. Az intellektushoz nem kell partner. Az intellektust az embert hozom példaként, de hát úgy van írva, hogy az ember Isten képmására teremtett, tehát ahogy az embernél van, úgy van Istennél is, csak még magasabb szinteken. De hát az érzelmek szintjén, csak hogy jobban megértsük, ott kapcsolat kell, oda kell más is. Tehát ott már Isten leereszkedett, ha úgy tetszik, erre a fizikai világra. Cheszed, a jóság, a gvurá, az a szigor, tiferet, az a szépség, necach, az a kitartás, hod, az a ragyogás, jiszod, az az alap, és a málchut, az a királyság. Ez tehát a 7 intellektuális szféra, a 7 érzelmi szféra, emocionális szféra, és ez alkotja együtt, a 3 intellektuális és a 7 emocionális szféra alkotja együtt azt a 10 szférát, azt a 10 isteni attribútumot, vagy azt a 10 misztikus szférát, amelyeken keresztül Isten a világgal érintkezik. Most ezen felül van 4 fontos, vagy kabalisztika, a kabalában van 4 érdekes dimenzió, 4 fajta, a világnak 4 fajta aspektusáról, a teremtett világ 4 fajta aspektusáról. A legmagasabb szint az az úgynevezett acilut, ami az isteni ragyogás. Itt felhívnám a figyelmet, csak hogy megértsük, hogy miről van szó. Az isteni ragyogás az nem maga Isten, úgy, ahogy a 10 szféra sem maga Isten, az Istennek a megnyilvánulása, de nem maga Isten. Isten az felfoghatatlan, a 10 szféra pedig az, amelyen keresztül Isten a világgal érintkezik. Tehát
az Acilut, Isten ragyogása, csak úgy, mint a nap ragyogása, az nem maga a nap, ugye a nap sugár, amit látunk, az nem maga a nap az egy égitest, aminek a fényét tapasztaljuk, de a fény maga, amelyet kibocsájt, az nem maga az égitest, az a fény, amit kibocsájt, az az, ahogy viszonyul hozzánk, ugyanúgy Istennél, a Isten ragyogása idézőjelbe téve, az nem maga Isten, hanem Istennek a megnyilvánulása, az, amilyen módon mi őt érzékeljük, vagy kapcsolatba tudunk lépni vele. Tehát a legmagasabb szint ez az Acilut, ez van a legközelebb Istenhez, ugye csak úgy, mint a nap sugara, a nap ragyogása a legközelebb van a naphoz, úgy az Acilut, Isten ragyogása van a legközelebb Istenhez, de onnantól kezdve, hogy távolodunk, jön az Olam, a Olam Ha, Olam HaBriya, a teremtés, a teremtés világa, ezt követően jön az Olam HaYetzira, a formálás világa, mikor ugye a teremtés tulajdonképpen nem más, mint amikor Isten megteremti a világot a semmiből, ugye ez már egy viszonyulás, tehát az Aciluthoz képest, a ragyogáshoz képest ez már egy alacsonyabb szintű viszonyú, egy kooperatívabb, de alacsonyabb szintű viszonyulás, és ezt követ a teremtést, a semmiből valamit teremtést, következő szintje pedig, amit úgy hívunk, hogy Jecirá, azaz a formázás, amikor az ős káosz, az ős a semmiből a valamit teremtés, az a valami, az elkezd formát ölteni, ez tehát az Olam HaYetzira, és a negyedik szint, Acilut, Yetzira, Bria, Yetzira, és a negyedik szint, ez pedig az Olam HaAsia, ami nem más, mint mindezt élettel, mint mindezt funkcióval, mint mindezt cselekvéssel megtölteni. Ez a cselekvés világa, ez a legalacsonyabb szintű a világok között, amit úgy hívunk, hogy Olam HaAsia. Olam HaAsia a legalacsonyabb a világok között. Ez tehát a sorrend. Acilut, Yetzira, Acilut, Bria, Yetzira és Asia. Ez a négy teremtett világ. Ha úgy tetszik, a világnak az a négy dimenziója, amin keresztül Isten érintkezik a teremtett világgal. Ezeken belül, ezeken a világokon belül, ezeken a dimenziókon belül találhatóak a szférák, ez a 10 misztikus szféra, amiről az előbb beszéltem, ráadásul úgy, hogy mindegyik dimenzióban megtalálható az a 10 szféra. Tehát van 10 szférája az Acilutnak, 10 szférája a Yetzirának, 10 szférája a Briának, és 10 szférája az Asziának. Ez már összesen 40 különböző szint, amelyek keresztül, ezt az egészet úgy hívjuk egyébként, hogy Széder Istálselut, az a rend, amelyen keresztül Isten leereszkedik a világra, úgy tetszik, a végtelen Isten képes kapcsolatba kerülni a világgal, mint egy tölcsér, vagy mint egy spirál, ahogy működik. Amit tulajdonképpen az általában, amiről beszél itt a 18. fejezetben, most mindjárt felolvasom, de amit fordítottam, de nagyjából lelövöm a poént, arról van szó, hogy az ősatyák cselekedete, arról beszél az általában, hogy különböző szintű lelkek vannak, nem minden lélek egyforma minőségű, vannak magasabb minőségű lelkek, vannak alacsonyabb minőségű lelkek, ez igaz, az is igaz, hogy egy lélek tudja fejleszteni magát, tud fejlődni, és egy alacsonyabb szintből egy magasabb szintre kerülni, méghozzá a cselekedeti által, a jó cselekedeti által, a pozitív cselekedeti által. Ennek a fonákja az, hogy a lélek vissza is tud csúszni. Egy lélek, amely magasztosabban, egy magasabb szintről indul, vissza is tud csúszni egy alacsonyabb szintre. Ez az egyik alapvetés. A másik alapvetés, és ennél talán még fontosabb, az, hogy még a legalacsonyabb szintű lélek is, tehát mivel része, mivel benne foglaltatik ebben az előbb említett Széder Istálselutban, ebben az előbb említett spirálban, ebben az előbb említett kommunikációs csatornában, amelyen keresztül Isten a világgal kapcsolatba lép, ezért tehát minden lélek szorosan kapcsolódik Istenhez. Ez tulajdonképpen a lényeg. Ezért érdemelték ki az ősatyák, mármint amiatt, hogy ők a saját akaratukat
anulálták Isten akaratával szemben, kiérdemelték, hogy leszármazottaik minden nemzedéke számára örökre lehozhassák a nefest, a ruachot és a nesamát, tehát a léleknek a három aspektusát, a négy világ 10 szférájából, erről beszéltünk, amely az Acilut, a Briá, a Jecirá és az Asziá, minden egyénnek a maga szintje és tettei szerint. Tehát, amit mondtam, vannak a léleknek eleve szintjei, a priori szintjei, és vannak a lélek dinamikusan tud mozogni az egyes szintek között a cselekedetei, a tettei érdemében vagy által, akár pozitív, akár negatív irányba. Minden esetre, folytatja a Tánya, még a legméltatlanabb és legbűnösebb ember is képes lehozni a házassággal egy nefest, tehát egy a léleknek a legalacsonyabb szintjét, a Malchut de Asiya, azaz a királyi attribútum a tettek világában nefes szintjéről, tehát a legalacsonyabb világok legalacsonyabbikáról. A legalacsonyabb világok legalacsonyabbikáról. Mit jelent az, hogy házasság által? Arról van szó, hogy amikor két ember összeházasodik, két ember egyesül, akkor a potens utód, a jövendőbeli a születendő gyermek potenciálisan a születendő gyerek lelke, a házasság egészíti ki a férfit és a nőt, egyedül, külön-külön a férfi és a nő nem teljes, a házasság által lesz az ember teljes, és amint ez a teljesség megvan, ők együtt, a férj és a feleség formálnak egy olyan erőt, hogy a potenciális leszármazottuk, akár hány legyen, a potenciális leszármazottjuk minimum a legalacsonyabb világok legalacsonyabb szférájából kapja az életerejét, azaz a lelke onnan származik. Ahogy mondtam, vannak lelkek, amelyek magasabb szintről származnak, de az a minimum, hogy a legalacsonyabb világok legalacsonyabb ikáról, és még így is kapcsolatban vannak Istennel. És még így is kapcsolatban vannak Istennel, mert a legalacsonyabb világ, amit úgy hívunk, hogy Asziá, tehát a cselekvés világa, és annak legalacsonyabb szintje, amit úgy hívunk, hogy Malchut de Asziá, azaz a királyság szintje a cselekvés világában, ez a legalacsonyabb világok legalacsonyabb szintje, de még ez is kapcsolatban van Istennel, mert ez is része ennek a spirálnak, ennek a széderhis társadalmatnak, amit az előbb említettem. Ami a szentség legalacsonyabb szintje az Asziá világában, ugye a Malchut de Asziá. Mégis mivel a Malchut egyike a 10 szent szférának, és mivel a szentség az egység birodalma, ahol minden szint az összes többi szintből áll, ugye itt mindenki kapcsolat, minden a világ, és mind a négy világ, és minden négy világnak mind a 10 szférája, vagy szférái kapcsolatban állnak egymással, kényszerűleg az Asziá legalacsonyabb szintje, tehát az Asziá összes többi szintjéből tevődik össze, beleértve a Chochma de Asziát, azaz a legmagasabb szintet is. A cselekvés világának bölcsességét, az Asziá legmagasabb szféráját, amelyben belé van öltöztetve a Chochma de Malchut de Acilut, a királyi bölcsesség az emanáció világában. Ez egy kicsit lehet, hogy bonyolultan hangzik, a lényege az, hogy majd írásban, amikor fölteszem a blogra, akkor majd fogjátok látni jól, de a lényege az, hogy mindenki kapcsolatban van mindennel. Olyan, mint egy pohár víz. Lehet, hogy ez nem jó példa, de most ez jut eszembe. Ha beletöltesz egy pohárba különböző folyadékokat, nehezebb folyadékokat, vagy sűrűbb folyadékokat, és kevésbé sűrű folyadékot, például beletöltesz egy pohárba, mit tudom én, kávét, meg tejet, meg vizet, meg olajat. Jó? Csak hogy most hirtelen jut eszembe, hogy víz, meg tej, meg olaj. Jó? Ezeket egymásra öntöd. Akkor a legsűrűbb, vagy a nem vagyok jó fizikából, de az biztos, hogy az olaj úszik a víz tetején, azt hiszem látjuk, és azt is látjuk, hogy a tej is képes a kávé tetején úszkálni. Nem tudom miért, valószínűleg könnyebb, vagy kevésbé sűrű. Nekem kontraintuitív, mert azt gondolnám, hogy sűrűbb, de nem lehet, hogy nem. Valamiért a kávé tetején megmarad a tej, oké? Most, ha három különböző sűrűségű folyadék van egymás fölött egy pohárban, ezek alapvetően, akkor is, ha el vannak különülve egymástól, akkor is, ha különböző szintet alkotnak, mégis össze vannak kötve. Ugyanez igaz a négy teremtett világ, és azon belül a négy teremtett világ 10
10 szférájára, mindegyik össze van kötve egymással, mindegyik kapcsolatban áll egymással, még a legalacsonyabb is valamilyen szinten kapcsolatban áll a másikkal. Vagy mondok egy másik példát, az emberi test. Vannak az emberi testnek alacsonyabb rendű, alacsonyabb, és nem csak fizikailag, de fizikailag is alacsonyabb, mit tudom én, az embernek a sarka, ami a legalsóbb testrészünk, és az embernek a feje, amely nem csak a legfelsőbb, hanem a legfontosabb testrészünk is, ugye a fej, és ehhez képest a sarok kevésbé fontos, mégis kapcsolatban egymással. Dacára, hogy az egyik a leglejjebb van, a másik legfölül van, mégis kapcsolatban áll egymással. Ha fáj a sarkam, akkor a fejem sem érzi jól magát. Ha fáj a fejem, a sarok sem tud érzéketlen lenni. Minden összeköttetésben áll egymással. Tehát arról beszéltünk, hogy van 4 világ, erről már korábban beszéltünk egyébként a 3. fejezetben, van 4 teremtett világ, vagy a teremtett világnak 4 szintje, 4 dimenziója. Az első, amit úgy hívunk, a legmagasabb szint, amit úgy hívunk, hogy Acilut, azaz az isteni kisugárzásom. A második, a Yetzirá, vagy a Briá, pardon, a Briá, a teremtés, aztán a Yetzirá, a formázás, majd az Asziá, a cselekvéssel való megtöltés, és ezeken belül mindegyikben van 10-10 szféra, 10-10 isteni szféra, ahogy Isten ezeken a világokban, ahogy ezekben a világokban Isten kommunikál, vagy Isten kapcsolatba lép, ezekben a világokban, ezekben a dimenziókban, ahogy Isten, az örökké való Isten valahogy megjelenik ebben a fizikai világban. Tudom, hogy ez rendkívül bonyolult, de a lényege nagyon egyszerű. A lényege az az, amit akar mondani az Alter Rebbe, ahova minden vezet, csak nagyon elvont koncepciókról van szó, tehát a megértésük lehet, hogy egy kicsit bonyolul, és az is lehet, hogy én is bénán magyarázom, egy írásban lehet, hogy jobban meg fogjátok látni, de a lényeg a dolognak mégiscsak az, hogy minden lélek kapcsolatban van Istennel, még a legalacsonyabb szintű lélek is alapvetően Istentől származik, és ezt az erőt, innen indultunk, ezt az erőt az ősatyáktól kaptuk, a Ábrahámtól, Izsáktól és Jákobtól, akik a történelmet kezdték, legalábbis a zsidó történelmet kezdték, akik először ismerték föl az egyetlen Istent, akik alávetették a saját akaratukat, 100%-ban alávetették a saját akaratukat Isten akaratának, azaz anulálták a saját egójukat, a saját személyiségüket, vágyaikat, érzéseiket, anulálták Isten akaratával szemben, ezért kiérdemelték azt, hogy a gyermekeik, az a leszármazottjaik akár 100 nemzedékkel később, akár 1000 nemzedékkel később, annyi nem telt el egyébként, nagyon érdekes, még annyi nemzedék nem telt el, de mondjuk akár több 100 nemzedékkel később is még mindig tart ennek a önfeláldozásnak, ennek a mártiromságnak az ereje, és ezért van az, hogy még a legalacsonyabb szintű emberi lélek is bizony közel áll és kapcsolatban áll Istenhez. Ez a mondani való lényege, csak nagyon bonyolultan és nagyon részletekbe menően mondtam el, de az elején azt ígértem, hogy megmutatom az erdőt, és nem csak a fákat, hogy ne tévesszük szem elől az erdőt a fától, szóval nagyon bonyolultan, hogy elmondtam, hogy milyen dimenziók vannak a teremtés világában, illetve hogy azokon belül milyen isteni szférák vannak, közben lemerült a lámpám, de a lényege az mégiscsak az, hogy minden lélek eredendően és genuin módon áll kapcsolatban Istennel, és ezt az erőt az ősatyáktól kaptuk. Miért olyan nagyon fontos ez? Miért elképesztően izgalmas ez az egész? Azért, mert arról beszéltünk, hogy hogyan mondhatja a Tóra azt, hogy közel áll hozzánk az Isten szolgálat, hát hiszen úgy tűnik, hogy ez elég megerőltető, és nem csak, hogy megerőltető, de ráadásul még az emberi természet ellen való az, hogy mit tudom én, szombatot tartson egy ember, vagy kóser tegyen, vagy ne hazudjon, vagy ne lopjon, vagy legyen hűséges a házastársához. Ez olyan dolog, amire az ember azt gondolná, hogy ez az emberi természettel ellentétes, a Biblia pedig azt mondja, a Tóra azt mondja, Isten azt mondja, hogy ez nem, hogy nem ellentétes az emberrel, ez nagyon is az embernek az eredendő természetes állapota. Ami nem természetes, az a bűn,
az a nem természetes. A jó cselekedetek, a Tóra általi életvitel, az az emberi, ember természetes állapota, igaz, hogy a lélek sokszor nagyon messze került a forrásától, az emberi lélek nagyon messze került Istentől, és emiatt úgy érezhetjük, hogy ez erőfeszítés, hogy ez nem természetes állapot, hogyha az ember Isten akaratára szerint él, de a Tóra arról biztosít bennünket, és ezt magyarázza el tulajdonképpen az álterebe, azt magyarázza el, hogy nem, ez pont fordítva igaz. Ne hidd el, amit a világ mond neked. Ne hidd el azt, hogy te egy olyan ember vagy, akinek eredendően a vágyai, akinek a vágyai állatias vágyak. Nem, az a lélek alapvetően isteni, és a vágyai isteniek, és az, ami azok a burkok, amelyek eltakarják a lelket Istentől, ezek a burkok azok, amelyek nem természetesek, amelyeket le kell vetni, hogy engedjük, hogy lelkünk ismét kapcsolatba lépjen a Teremtőjével, engedjük, hogy a lelkünk ismét kapcsolatba lépjen az eredeti forrással, ami pedig Isten. Ez a mai mondani való lényege, egy kicsit bonyolultan megfogalmazva. Holnap este erről még fogunk egy kicsit beszélni, és tovább folytatjuk természetesen a 18. fejezetet, azért itt még akad még mondani való, meg még itt picit belemenjünk a részletekbe, de mondom még egyszer, nagyon fontosak a részletek, de nagyon fontos a big picture, az általános kép, hogy ne felejtsük el az erdőt a fák miatt. Kedves barátaim, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma velem. Azt ígértem, hogy nem lesz könnyű menet, nem is volt könnyű menet. Holnap este 8-kor várlak benneteket tovább, vagy holnap este erről a témáról tovább beszélünk. Várlak benneteket este 8 órakor. Várjatok, holnap este is tovább beszélünk erről a témáról. Igen, holnap tovább beszélünk a témáról. Ráadásul egy nyilvános előadás keretében. Ha valakinek bármi kérdése van, kérlek erre a Facebook oldalra küldjétek el. Nagyon szépen köszönöm a támogatást, a sok kedves levelet, sokatokkal találkozom az utcán, jöttömben, mentemben. Rendkívül büszke vagyok, és rendkívül boldog, és nagyon szépen köszönöm nektek a támogatást. Kövessétek, lájkoljátok ezt a Facebook oldalt, ajánljátok másnak is, kövessétek, lájkoljátok a YouTube oldalt, az Instagram oldalt, holnap este 8-kor pedig várlak benneteket. Sok-sok szeretettel, további szép estét és jó egészséget!